Ne aruljatok, srácok, tényleg most már sok lesz, tudom, meg fasz ki van, már azok mondanánk isztenes videókkal, de találtam egy újat, képzeljétek el. Ugye tegnap mondtam, hogy a videóban, hogy küldjetek el nekem, itt tudom, mindenféle videóötletet, meg játékot, meg hasonló dolgokat. És akkor ugye most valaki elküldte nekem ezt a videót, mondom, Molnár Krisztián. Rámegyek, elmondom már, megint Molnár Krisztián faszom. Mindjárt megnézem, mert elküldték, érted? Rámegyek, és mondom, hogy elkezdem nézni, és egy kurva jó. Beszartam rajta már az elején, még nem néztem végig, szóval most... tehát így 1 perc, 2 perc, 20 másodperces, és 1 perc, 1 perc nyabb bajtam. Na hát nézzük meg az elérő srácok, közösen. Na, csekkoljuk le, ezt figyeljétek. Nekem is van szó, mint ez ilyen. Ott mennek a gettóba. Most két szakmunkás. Bazd meg egy szor. Ne pedál az öcsém, nehogy már azt hitt, hogy benyalással, meg... Ott vagyok. Kerti munkás, meg egy 10 nevei termesztés állam éves. Kerti munkás, meg 2 éves. Állj, állítsd le a pedált, öcsém. Egy dolog, hogy megígértem egy dolgot a nagyinak. Hogy szerzek neked egy állást, feltéve, ha a fiam vagy, ahogy a kurva anyád mondja. De az egy másik sztori, hogy veled mutatkozzam mindenfelé, bedugjanak a rendőrségre, ahol nekem jól kiérdemelt presztízsem van, fogtad? Szétszárja. Krisztián egy picit túlsúlyos egyén, szárnyom, maga 180 kilója. Mi a fasz mondasz, te hülye? Egy dolog, hogy nem akarom bűnözni, kaptam egyet. Meg a méretnek, egyértelmű, de hogy veled kezdjen el bűnözni, hát a faszomat már. Inkább elígy oda bolíviaiakhoz, és hagyd be a 2 hónapos tartozásokat. Lódolj már! Tartozok, tartozok! Kúha anyádat. Jaj, Benito, mi az, hogy nincs helyed? Nem jó. Nem hálátlan. Miért ne lenne dolgos a gyerek, hiszen az én fia? A rohadás verje bele, bazd meg. Így a Csolnár Krisztiánról jut el mindig eszembe, hogy hát még sosem baszol. Igadjál le, Mohamed. Beprotezsállak ide. Intézem a papírjaidat, már hónapok óta minden kockáztatok, mindez szar kezelési költségért, a fizetésed 50%-áért. És mit te követelőző? Na mi a geci, me hosszabbítsam ki. De kurva jó! Molnár Krisztián... Megszokásba panaszkodnak, bazd meg! A ruhájuk is sokkal jobb, mint a... Hát, hogy? A rákba lehet ledugni valamit, öcsé? Milyen szava lehet ennek a Molnár Krisztiának? Hogy nem tudja, milyen az, hogy egy bele dugni egy jau nedves pinába. Az a faszomban lehet ilyen ügyeséget kitalálni, gyerekek! Nagyon jó! Most már nem mondhatod, hogy nincsen hely. Rohadt kurva cigány is. Nem igaz, bazd meg. Ezt ne. Nincs kivételezés. Sisak nélkül, mint a többiek. Edződjön csak. Ne hozzám szégyen, bazd meg. Nem te mondod meg, mi csinálja. Na. Na, srácok, ennyi lett volna. Igazából ez csak ilyen gyors videó, hogy már megint ilyen Molnár Krisztiános fasságok, és most már tényleg nagyon szeretem csinálni, mert tudom, hogy ti is szeretitek ezeket a Molnár Krisztiános videókat. Ezért is csinálom. De, ja, most megint van egy olyan korszak a csatornának, amikor itt tök sok Molnár Krisztiános videót csinálok, utána meg kb. Sem ennyit. És most megint egy olyan korszakban vagyok, hogy most így megint tök sokat csináltam, és akkor most egy kicsit így leállunk a Molnár Krisztiános dolgokkal, most már más dolgokat fognak jönni, de nem lesz elfelejtett, szóval lesznek ilyen még ilyen Molnár Krisztiános videók, Molnár Krisztiánkás, Molnáros, Krisztián, Molnáros videók. Szóval ennyi lett volna, srácok, a tetszett. Link a leírásba, csekkoljátok le a Stan Hun, vagy nem is tudom mi a csávónak, hogy hívják ki a neve. Tehát lesz a leírásba a link, csekkoljátok le, valamint lájkoljátok az ő videóját, és ha gondoljátok az enyémet is. Ennyi lett volna, sziasztok, bang, dupla bang!